Magyarországon már mindenki gangster. Kigyúrt felső testtel, meg Excel telet önfeszítenek a kopaszok. Az önbizalmuk szteroidon hízott, és jönnek a pofonok, ha gyengébb a frájer. De nevekkel szemben, mint úriember, és egyből felel, mikor kérdez a rendőr. Még földobná magát is, úgy fél a börtöntől, mint a tűztől. Hol vannak a milliók? Én nem látok semmit, csak egy leasingelt autó. Kamu barakját, meg az órát, ami hamis. Pár százezret, majd adért a zacis. Csapatokban mozog a sok veré. Pedig ez itt nem a kibaszott felvonulók kérték. A legfontosabb kellék a kés meg a telefon. Azon megy a karate, a vita van a koncon. Kinek a kie, csinálják a PR-t. De néhány forintért hátba döfik egymást. A legkomolyabb tettük, hogy leúznak valakit, aki a nevük hallatán még maga alá szarik. Eladtak pár bogyót, szívtak egy kis kokót. Így születnek a nagy magyar mafiózók. A többségük egyszerű, domfóbiás. És ez az egész nem más, mint egy kibaszott színház.